Cappuccinosa, értessék csak. Dej karamell? Jó. Az a puha. Igen. Jó. Meg a kis pici helybe. A sok doboz. Ezek a nagyatáli édességüzem termékei. Látható két csoportban a termékek, a kisebbek és a nagyobb dobozokban lévők. A kisebb dobozokban láthatóak a kézzel gyártott termékek, a nagyobbakban pedig a GPS géppel gyártottak. Arra külön büszkék vagyunk, hogy mi csak is és kizárólag valódi csokoládéból gyártunk termékeket. Nálunk már nincsenek bevonómasszás termékek. Ez valamilyen szempontból a vásárlóknak úgy gondolom, hogy jó is lehet, viszont árban meg is látszik a különbség. Viszont aki minőségit szeretne venni, az ennél jobbat garantálom, hogy nem fog találni a piacon. És hol találni meg a céget? Ez egy nagyatádi cég, a volt laktanya területén, és ilyenkor szezonban vagyunk kitelepülve ide, mint a nagyatádi piacon találhatóak. Na, találhatóak vagyunk. Itt állunk Kaposvár főterén, ahol úgy gondolom, hogy a látvány magáért beszél. Büszkén mondhatom, hogy minden évben itt rendezzük meg a város adventi vásárát, aminek különlegessége, hogy a mögöttem látható adventi koszorúnak az első gyertyát egy hatalmas közös ünnepléssel kapcsoljuk fel, ahol összegyűlik a város apraja nagyja. Úgy gondolom, hogy büszkén állíthatom, hogy erre az évre már tulajdonképpen alig maradt a városban olyan, aki otthon maradt volna, mindenki kint volt itt a Kossuth téren, a város főterén, és lényegében ennek az egész adventi vásárnak a szervezési szempontja az, hogy megteremtse a karácsonyi hangulatot a városban, elsősorban a kaposváriak számára, másosorban pedig mindenki másnak, aki ide lát. Nem régóta dolgozom itt Kaposváron, ugyanakkor az egyik legkellemesebb élmény az, hogy módon és hogyan ünneplik a karácsonyt és az adventet, ami talán mögöttem is látszódik, hogy csodaszép lett a főtér, a főutca, gyakorlatilag több százezer izzóval van kivilágítva ilyenkor esténként a város, csak a karácsonyfára 40 ezeret raktak fel. Elképesztő szerintem, ami ilyenkor itt van, az élet, főleg esténként is a hétvégi rendezvényeken, tényleg csodálatos, ami itt Kaposváron, ahogyan itt ünneplik a karácsonyt, és a mögöttem látható bódék egyébként idén először kerültek ide a Kossuth térre, és ezek új, teljesen új, megújult bódék, ezzel is egy kicsit így még színesebbé téve, de egyébként a főutcán hosszasan elhúzódott, rengeteg árus van, rengeteg forradboros. Tényleg itt Kaposváron azt gondolom, hogy méltóképpen lehet így készülni. Megjön az embernek a karácsonyi hangulata, ami azért mostanában egyre ritkábban szokott jönni, főleg ugye a hóhiánya is. Nagyon sok jó kezdeményezés van. Itt lesz majd a szilveszteri ünneplés is, jön majd a Republik. Számos programmal készülnek, a gyertyagyújtások mindig nagy események, mindig van valami üzenetük. Tényleg gyakorlatilag folyamatosan ebben az adventi időszakban itt Kaposváron lehet találni
valamilyen szórakozást, ami a karácsonyhoz kötődik, és hát nem csak a szórakozásról, hanem Kaposvár kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy segítsen azoknak, akiknek mondjuk az ünnep nem tud olyan szép lenni, vagy kerüljön mindenkinek a karácsonyfája alá legalább egy kis meglepetés. Itt a mellettem látható ajándékkuckóban például egy ilyen nagyjából cipős doboz méretnyi dobozokban várják a felajánlásokat, játékokat, édességet, könyveket. Főleg ugye itt gyerekeknek gyűjtünk, és hát minden nap az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen ez a bódé megnyílik délutánonként, és várják az ajándékokat, és hát most már szép számmal jöttek is, ha jól tudom, dobozok, úgyhogy reméljük, hogy ezzel is tudunk majd segíteni, hogy mindenkinek kellemes és szép legyen az ünnepe. És hát ezen kívül még vannak érdekesek, ilyenkor az adventi időszakban kisvonatozni lehet a városban, de érdemes csak tényleg kijönni, egyet sétálni, nagyon, nagyon jó hangulat lesz, a fákat, a bódékat, mindent az oszlopokat feldíszítettek, és hát az pedig, hogy mindezt egy olyan patinás belvárosban teszik, mint Kaposvári, ez azt gondolom, hogy tényleg egy vásárországosan nem egyedülálló, de a kaposvári év biztos, hogy olyan hangulatú, amit kevés helyen lehet megtapasztalni. Most így hirtelen ennyi jutott eszembe. Hogy mennyivel, mit okoz az adventi vásár itt a Fő utca mindennapjaiban, mennyivel változik meg így a hangulat és az élet? Hát erre a vásárra szükség van, mert egyrészt hozzátartozik az ünnepi hangulathoz, másrészt pedig hozzátartozik a kaposváriak életéhez is, hogy egy kicsit a mindennapokból kikerüljenek, és már hangolódjanak arra, hogy egy nagyon fontos események következik az évnek, és ez azért is klassz, mert olyan programok jelenhetnek meg ez alatt az idő alatt, ami csak nekik szólnak. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ha a városunkba turista érkezik, akkor ő megismerje a mi arcunkat, tudja azt, hogy Kaposvár milyen értékekkel rendelkezik, illetve a környéke milyen értékekkel rendelkezik, de ugyanilyen fontosnak tartom azt, hogy ez az időszak csak a kaposváriaké legyen, tehát elsősorban nekünk szóljon. És hogy mi a Kaposvár arcáról is megemlékeztünk, ugye? Vagy megemlítetted, milyen olyan dolgok vannak, amik mondjuk egy ideérkező turista haza tud vinni magával, mi az, ami Kaposvár? Amit tudunk ajánlani, igen. Tehát marketing szempontból. De most a megváltozott új arculattal reméljük, hogy egyre több ajándéktárgyat fogunk tudni adni. Ez már nagyon-nagyon kellett, tehát hiánypótló volt. Tehát nagyon szeretik az emberek ezeket a kis pici, apró, kézzel fogható dolgokat, amivel jelen pillanatban is rendelkezünk, hogy legyen hűtőmágnes, hogy legyen egy szép képeslap. Tehát képeslapra még mindig szükség van, azt a turista naponta keresi, hogy vásárolni tudjon, illetve haza tudja vinni. Ez kis pici dolgok. Aztán természetesen a kaposváriak nagyon szeretik a könyveket, alig vártuk már, hogy legyen egy riprónai könyv, ami most újra kiadásra került. Ezt nagy élvezettel forgatják, és nagyon örülnek neki, hogy lehet vásárolni. És hát természetesen elkerülhetetlen, hogy a helyi termékeket megemlítsem, azokat a termékeket, amik most az adventi vásárhoz is kapcsolódnak. És hogyha már riprónai is említésre került, az új arculat és az új dizájn azért hülyen tükrözi az ő munkásságát is. Mennyire fontos ez a város életében, hogy mondjuk egy arc, egy ilyen híresség köré építsék fel ezt? Nagyon-nagyon fontos. Ezt hát szakmámból adódóan meg tudom erősíteni, hogy akkor, amikor más országokat nézünk, tehát Ausztriát felépítenek egy Mozartra, és több város felépül arra, hogy egy arca legyen, akkor nekünk van egy riprónaink, és mi évek óta dolgozunk azon, mi, akik szakmabeliek vagyunk, kultúrában és a turizmusban is, körülbelül 10 éve dolgozunk azon, hogy a kaposváriak tudják azt, hogy nekünk van egy riprónaink, hogy micsoda értéket képvisel, és rendkívül nagy szerencse, hogy ez megjelenik az ajándéktárgyakon is, tehát fognak hozzá kötődni előbb-utóbb. És az ő hagyatéka egyébként több
intézmény nevében, vagy akár ugye az ő hagyatékai több intézményben megjelennek, melyek ezek és hol lehet velük itt találkozni? Hát elsősorban a múzeum, hát most nem hova tovább, mi más, mint a múzeum lenne az, amelyik Riprona József nevét viseli, és nagyon fontos a nyári lakhelyű szolgáló Riprónai villa, ami szintén hozzá kötődik, a gyönyörű András Erbédővel, ami 2013-ban az év kiállítása címet is elnyerte. És nem csak a most már a kaposváriak tudják azt, hogy van egy Riprónaink, természetesen a zsáner szobrok is hozzátartoznak, amik a főutcán megtalálhatóak, igyekszünk mindig olyan belvárosi sétákat tartani, akár kaposváriaknak is, ami erre épül, hogy Riprónai nyomában, tehát erősítjük bennük ezt a riprónai hagyatékot és a kötődést. És annyit még szeretnék elmondani, hogy most már a hozzánk érkező belföldi turisták is tudják, hogy Kaposvárnak van egy riprónaia, és nem tud olyan francia vendég hozzánk jönni a városba, aki ne ismerni riprónai nevét. És ugye az ő kedvenc színe jelenik meg egyébként a korábban már említett városmarket, vagy új város arculatban. A kukoricás stílus. Ez egy különleges sárga, akit mondjuk felkeltette ennek az érdeklődését, ez milyen tárgyakon található meg, vagy hol jelenik ez meg így a városban? Reméljük, hogy egyre több helyen meg fog jelenni, tehát nyilvánvaló meg kell szokni, mert egy teljesen modern új stílussal állunk szembe, tehát városmarketing szempontból, illetve design szempontjából. És nagyon, nagyon szerencsés, hogy pont Riprónaihoz kötődik, tehát az érdeklődőknek, akik először találkoznak szembe a különlegessel, az újjal, a meglepővel, ugye az elsőre mindig szokatlan, de amikor Riprónaihoz tudjuk kötni, akkor jóval barátságosabban állnak hozzá az emberek. Tehát minden ajándéktárgyon megjelenik a képeslapokon, a bögréken, a sálon, nyakkendőn, és természetesen a kiadványainkon is. Köszönöm. Ezt majd megvágjátok. Persze. Szerintem ennyi. Jó napot kívánok! Segíthetek? Fajtamézeink vannak akácshárs, napraforgó, vegyes virág és repce, kilós, fél kilós, negyed kilós. Vannak aszalgyümölcsel, ez egy áfonyás és aszalt. Tehát ez egy áfonya és dióval készült méz. Vannak aszaltgyümölcsös mézeink aszaltszilvával, dióval, aszaltmeggyel és aszalt sárga barackkal, sima dióval. Ez egy szárított gyömbéres mézünk. Az volt a napraforgó. Meg van, ezt nagyon szeretik, propoliszos akácméz. A propolisz cseppekkel van dúsítva az akácméz, és nagyon jó vírusölő, baktériumölő hatása van. A fajta mézeinkből felső légúti megbetegedésre legjobb a
a hárs, egyetlen mézünk a repce, ami jogosít, tehát gyomorbántalmakra nagyon megfelelő. Reggel általában egy teáskanálnyi elég belőle. Vegyes virágméz attól értékes, hogy nagyon sokféle gyógynövény található benne, mert a paptárjaink erdő mellett van, és elérik az erdő virágait, a mezőt is többek között. Hát a napraforgót viszont nagyon szeretik sütni, ugye így karácsony előtt a mézes süteményeknek kiváló zamatot ad az erőteljes íze. Továbbá a melléktermékekből, mint a fedelezés után maradt viasz, gyertyákat készítünk. Hát vannak tematikusan karácsonyi figurák, vannak olyanok, amik bármelyik alkalomra megállják a helyüket. Állatos figurákat nagyon szeretik, pláne a gyerekek. Akkor vannak virágosak. És hát ugye évről évre próbáljuk bővíteni a palettát, mint a gyertyák, mint a mézek terén. Karácsony előtt nagyon szeretik összecsomagolva a... Ez például egy aszalgyümölcsös méz fenyőfával, de kívánság szerint bármelyik mézet, bármelyik gyertyával összecsomagoljuk. Mézeinket minden adventi vásáron 4 héten keresztül árusítjuk a Kaposvár főterén, a Kossuth téren. Továbbá a miénk a város augusztusi, illetve a februári farsangi napokon szoktuk kipakolni a mézeinkkel. Egyébként telefonon bármikor megrendelhető, szükséges házhoz is szállítjuk. A 0630-640-7252-es telefonszámon bármikor elérhetnek bennünket. Köszönöm.